lett az év egyik legnagyobb ünnepe a húsvét. Itt a településünkön is készülünk rá, mint minden évben. Idén negyedik alkalommal tudjuk megrendezni a település közös tojásfájának a feldíszítését, és szerencsére idén mindenféle korlátozások nélkül közösen csinálhatjuk végig ezt a díszítést, egy nagyon kicsike műsorral egybekötve a Laguna rendezvényház előtt. Volt egy cél, hogy mennyi tojás kerüljön föl idén a fára? Ugye ez egy német hagyomány, Németországból származó hagyomány, amit így már Magyarországon is átvettek. Hát cél nincs, ugye ott rengeteg tojás van, hiszen hosszú évekre nyúlik vissza, nálunk negyedik alkalom, de mindig megtartjuk, és minden évben újra felkerülnek a tojások, amiket készítenek a gyerekek. Ugye itt indítottunk, a hátam mögött is látszik egy kézműves foglalkozásról, ahol itt is azt szeretnénk ebben kapcsolatosan, hogy minél több tojás kerülhessen fel erre, és színesítse településünk fáját. A további programokról mit lehet tudni, kik fognak fellépni? 17:30 kimegyünk a Laguna rendezvényház elé, ott Rab Zoé egy verset fog készülni, egy verset fog elmondani húsvét címmel, és utána a Felsőpakonyi Járt ki lábam néptánccsoport, ha már hagyományt tartunk, akkor a hagyományok ápolásában a néptánccsoport elmaradhatatlan, ő fog tavaszi játékfűzéseket, vagy hát ez a néptánccsoport fog tavaszi játékfűzéseket előadni. Az év egyik legfontosabb ünnepe a húsvét. A világ különböző részein eltérő hagyományok szerint ünneplik. Eredetileg egy régi német hagyomány a tojásfaállítás. A fa Jézus örökké élő fáját, míg a tojás az új élet jelképe. Negyedik alkalommal hirdethettük meg településünk tojásfa díszítését. Szerencsére már idén közösen együtt ünnepelhetjük ezt, mindenféle korlátozások nélkül. Fogadják szeretettel egy pici műsorunk részeként Rab Zoét, aki Péter Erika Húsvétra című versét adja elő. Péter Erika Húsvétra. Régen elmúlt már az új év, tavasz virad, itt a húsvét. Virág, barka, nyuszi, tojás, sonka illat, fonott kalács. Megérte a várakozást, festhetjük a piros tojást.
Avval indult a napunk, hogy a könyvtárba tojásokat készítettünk, ami településünk közös tojásfájára szeretném, hogyha feltennénk. Aki szeretné, nem kötelező, aki szeretné, az most fel tudja akasztani oda a közös fánkra, jó? Pedig, ha már a hagyományokat említettem, akkor elmaradhatatlan felsőkaponyi járkilában léptáns csoport műsora, ahol tavaszi játékfűzést adnak elő. Akinek van kedve, az nyugodtan csatlakozzon és álljon be hozzájuk. Kísérje őket Zabán László. Április 19-én hagyományos locsolkodásra várták az érdeklődőket Felsőpakonyon a Szabó Magda könyvtár és közösségi ház előtt. Locsolóversek mellett bemutatták a hagyományos locsolkodás folyamatát. Közreműködött a felsőpakonyi Járd ki lábam néptánc együttes,
N. Fodorné, Lánc Éva vezetésével. Könyvtárnak a néptánc csoportja, a Felsőpakonyi Jártkilábam néptánc csoport bemutatta a hagyományos húsvéti locsolkodást. Ugye először is kezdték parfümös locsolkodással, a fiúk énekszóval és zenei kísérettel érkeztek a könyvtár elé, ahol a lányoknak verset mondtak, és cserébe a lányok ugye hímes tojással, uszodi karcolt tojással ajándékozták meg a fiúkat. Most a szülők bevonásával egy nagy táncházra készülünk, és a legvége egy húsvéti vödrös locsolkodás lesz az egész programunknak. Ugye Felsőpakony egy fiatal település, 30 éve vagyunk önállóak, tehát ezért mi szeretnénk itt egy hagyományokat elültetni, vagy a hagyományokat ápolni, és ezért szeretnénk, hogy minél szélesebb körben a lakossággal ezt megismertessük. A 7-es, 8-os gyerekek is nagyon szívesen beállnak, és egy ilyen táncházszerűen táncolnak a fiatalokkal. Nagyon nagy szerencsénk van, a Felsőpakonyi Jártkilábam néptánc csoport oktatója N. Fodorné Lánc Éva, egy nagyon-nagyon tehetséges pedagógus, így nagyon-nagyon jól tud a gyerekekkel bánni, nagyon jól be tudja őket vonni, és jelenleg több mint 60 gyermek tartozik a néptánc csoporthoz, és ez töretlen, ez a pozitív hozzáállás. Nagyon szeretnénk, hogyha ez a hagyomány felelevenedne újra, láthatnák a fiatalok, hiszen ezzel tudjuk kifejezni ugye alapból az összetartozásunkat és a magyarságnak egy nagyon nagy hagyománya. Szerencsés, jó napot kívánunk! Isten hozott benneteket! Úgy hallottuk, ezen a vidéken vannak szép fiatal lányok, akik arra várnak, hogy meglocsolják őket. Így is van, készültek bizony, hímes tojással, finom falatokkal, aztán verset tudtok-e mondani? Igen, tudunk. Magad húsvét napja, másod éjszakája, jól tudjátok. Hímek első napján Jézus feltámadván dicsőséggel. Lámad a darak is, hangi csárnak ők is, örvendezve. Szép lánták újulnak, végifák virulnak, virágoznak. Mária Boriska, Rebeka Zsuzsanna, kegyes Szűzen. Keljetek fel ágból, Cifra nyoszoljából, mit alusztok. Hímes tojás légyen, 12 pár készen mi számunkra. Ha pedig nem lészen, vízi puskán készen számotokra. Ha pedig nem lészen, vízi puskán készen számotokra. A nagyok tudnak-e verset mondani? Pálinkás, jó reggelt! Mi van a házban? Főképp a dolgos szülők jól nevelt lányának. Elnyomom én gyorsan a jövetelem célját, megöntözöm most a környék legszebb lányát. Kívánok-e háznak hát mindenből eleget, főképp békességet, egészséget és szeretetet. E háznak udvarában szép kis rózsa nő, nevelje majd szépre, jóra a jó teremtő. Vizet hoztam a tövére, szálljon áldás a fejére. Szabad! Gyertek arrébb egy kicsit, és várjuk a köld is lopolást. Gyertek, fiúk, párosokat! Gyertek szépen a párosokat! Keresítek a párosokat, és gyertek egy párosokat! Hol van nekem így kicsit? Hát nekem alig van belőle a köld! Nincs szabad! Nekem szabad! Köszönjük!
Itt a kicsik sorba, gyertek bátran! Jó, mindenki kis sorba! Hát gyerek, a barik van be! Főleg a párod! Gyerek, gyerek! Kicsiket is meglocsoltak, gyere, Attila, kérlek, hogy szabad locsoljátok, jó? Szabad elocsolni. És tényleg lettetek locsolva? Igen, ti meg lettetek. Na gyertek.
akkor már majdnem hátra döntem. És valahogy levesszük a jártam. Még egyszer, és köszönjük. Nézi a tiza évi három legény rozmarin kasszát. Én vagyok a rozmarin kivekötője, barna legény igaz szeretője. Hely rozmarin, leszakadt rólam az ég, van már nékem kedvesem, ki megvarja az ingem. Hely tulipán, tulipán, lányoké a mennyország, magas a csipke bokor, legényoké a pokor. Magas a csipke bokor, legényoké a pokor.
Thank you.
Jöjjön!